Na, szevasztok! Itt vagyunk a Nádasladányi kastély parkolójába. Ki lesznek írva, hogy Kastély utca, arra mentek. Aztán majd írva lesz, hogy parkoló, erre parkoló, arra parkoló, balra. És akkor ez a parkolója, itt állunk. És ki van írva itt, hogy kastély, a legendák kastélya. Úgyhogy ezen a szép parkon fogunk keresztül menni kastélyba. Nádasladányi kastély. Nádasdi kastély. A legendák kastélya. Úgyhogy belépünk ide a parkba, és megnézzük a kastélyt. Ha esetleg szabadod benn fényképezni, akkor fogok. Úgyhogy megint egy gyönyörű helyre jutottunk el. Ez is bakancslistás volt. Mi már álltunk a kastély előtt olyan 25 éve, de lehet, hogy már 30 éve is. Akkor nem lehetett még bemenni. Üres volt. Úgyhogy most a kormány helyrehozta. Azt hiszem egy éve. Sok milliárd forint volt. Majd elolvassuk. És látogatható, kivéve hétfőn, többi napokon 10-től 18-ig. Na, erre megyünk. Ilyen gyönyörű helyeken jövünk, egyre szebb a park amúgy. Óriás fenyők. Sok gesztenyefa mellett haladtunk el. Ezek már ugye nem azok. Én már látom a kastélynak az egyik felét, nem tudom most, hogy érünk oda. Sajnos már nem emlékszem, olyan régen voltam itt. Mindjárt folytatjuk. Gyerekek, itt vagyunk a kastélyhoz közel, gyakorlatilag mellette. Itt van egy térkép, be tudom linkelni. Itt egy, amit most mutatok, az a hatalmas nagy park, és ugye itt a kastély. Itt állunk. Innen fogom lefényképezni, azt teszem majd a videó elejére. Ott a tó, kikötő, minden van. Sokat lehet sétálni. Olvassátok el, hogy mi van itt. Látjátok? Nem vagyunk egyedül. Kezdenek sokan jönni. Addig hátrálok itt a park közepén, ameddig az egészben nem lesz. Na, ilyen gyönyörű, igaz? Itt a Magyarország egyik mesekastélya. Onnan jöttünk középről. Ja, erre a nagy toronyra emlékszem. Hát nem volt akkor ilyen szép.
Ma itten mennyit fogunk sétálni? Ugye arra van le, azt majd a tó, látjátok ezen az úton. Hát, kicsit vizes a fű, de megéri, hogy összekoszoljam a cipőmet. Hát nem tudom, mit láttok a nappa szembe a videóba, de hát én próbálom bemutatni. Na gyerekek, átsétáltunk itt erre a felére, hátsó felére. Gyönyörű látvány tárolkozik elénk. Páratlan, gyönyörűen felújított kastély. Nézzétek azokat a szüvegablakokat, azokat az osztott ablakokat. Micsoda gyönyörűen meg van csinálva. Minden aprólékos. Nézzétek azt a tornyot. De gyönyörű. És akkor itt van az a kis út, ahol megközelítitek majd. Le fogunk menni, de én már most megmutatom nektek, mert ide begyalogoltam ebbe a kicsit vizes fűbe, ott a tó. Meg a csónakkikötő, meg mit tudom én, minden a pontokba volt szedve ott a térképen, majd újba megnézem. Ugye itten vannak benne utak, vannak közben padok, le lehet ülni. És most beközelítjük a kastélyt. Micsoda gyönyörű virágok vannak. Ez igen. Szépen nyírva közben. Nem tudom már, mi ez. Hú, gyereksereg jön. Most lekapcsolom egyet. De ha én ezt még itt megmutatom, ezt a gyönyörű, nézzétek milyen, jól néz ki, közelebbről. Itt van egy címer is. A gyerekek mennek sétálni. Na, az igen. Na gyerekek, lejöttünk először a pincébe. Jobbra-balra vagy balra-jobbra női mosdó, férfi mosdó, ruhatár is van. És akkor... élményterem. Nézzétek! Tök jó térhatás. Ítélet hiányában Erzsébetet a Csepei várban tartották fogva egészen haláláig. Több mint egy évszázad elteltével Túróci László jezsuita szerzetes művében kegyetlen bűnözőként jelent meg Erzsébet, aki fiatal lányok élvéből nyerte vissza fiatalságát és szépségét. Na, megnézzük az élményterem következő részét. Jegyezte meg a következő évtizedekben alkalmazott gyakorlatot Széchenyit. A korabeli emberek komfortérzete különbözött a mai emberétől. A nagy belmagassággal és vastagban ja, igen, a kastélynak a belső tereit hogy fűtik ki, hogy díszítik, milyen berendezések voltak. Igen. Egy itt annyi mindent lehetne nézni. Hű. Körbe, ilyen körbe. Szarvatőf Kolostort
Lékán pedig elromott és rendben. Gyerekek, belépünk a kastély kávézójába. Ezt nézzétek meg. Már itt is kezdődik a csuda. Korabeli étkészlet. Hogy rendelsz itt pesszó kávét, rétest, ilyesmit lehet rendelni. Ez az előcsarnok. És így mutatom, hogy ott a következő szint. Mindjárt bejövünk ide is. Kicsit ide benézek. Ezt szerintem majd erre kell menni. Majd megnézzük a térképet. Azt mondja, hogy ki van írva ide. Nem tudom, látjátok-e, hogy billiárdterem. Sok. Hát, gyönyörű. Azt se tudom, merre menjek először. Nézzétek. Nagyon pazar. Nézzétek meg, ezt mutattam kívülről, ez az osztottablakos kis veranda. Kis, hatalmas. Azt nézd meg, a park. Az igen. Tart a tárlatvezetés, nem csatlakozunk hozzájuk, mi térképet kértünk, van egy térképünk, önállóan fogunk végig menni, és mi szabályozzuk magunkat, hogy mennyit tartózkodunk egy terembe. Gyerekek, itt ez az ősök csarnoka, itt az előbb olyan sokan voltak, egy egész csoport, hogy nem lehetett beférni. Ezt nézzétek meg! Hát nem is tudom, honnan kezdjem.
Na, tovább megyünk az írószobába. Ott kint látjátok a tót. Látjátok, milyen tömeg van. Ez nem tudom, milyen helység. Ja, könyv. Ja, igen, látom a könyvtár. Benn vagyunk a könyvtárba. Magyar szépirodalom. Bölcsészet. Neveltetés, tudomány, stb. Földrajz. Hazai történelem, vegyes történelem, utazások, vegyesek, görög, latin írók, francia szépirodalom, enciklopédia, gyerekek, itt minden. Ugye? Ezt forgathatjuk? Igen. Távrajzok. Jé. Nagyon jó. Torony. Alkalmazásban megismerheted, a Nádas Ladény könyvtárban is megtalálható, mint a könyv 4 kötetét. Na hát. Látjátok? Figyeld ezt a hárfát. Hú, de nagy lehetett ott sétálni fönt. Könyvtár felől onnan jössz. Itt van egy folyosó. És ilyen átkötő kis folyosó. És beérünk ide a reggelizőbe, és a vetítőterem lesz. Ez a reggeliző. De jó. Becsukjuk. Gyönyörű. Ám mindenhova nem szabad ám bemenni, mert ki van írva, hogy látogatóktól elzárt terület. Ez a szárny. Most itt visszafelé megyünk, kört csináltunk a kastélyba, és fölmegyünk majd az emeletre. Na Bella, mutass csak azt a térképet itt mindenkinek. Ilyen térképet kaphattok, hogyha egyedül jöttök végig, hogyha megvárjátok az idegenvezetőt, akkor gondolom azért az akkor is jár a térkép, de nekünk azt mondták, ezt nekünk odaadják. Látod, voltunk a pincébe, most ez a földszint, és majd megyünk az emeletre. Először mutatom, hogy még van egy vetítőterem, azt nem tudom, mikor vetítenek,
Tehát itt totál sötét van most. Láthatjátok. Amúgy mindenfelé ajtók. Annyi ajtó mindenhol ezekben a termekben, mindenféle szobákban, hogy hihetetlen. Ki tudja, hova vezet. Figyeld ezeket a ládákat. De jó. Hát én ezt akkor is megfogom. Ezt nézd meg! Az igen! Nagy! Hatalmas! Na, a vetítőterembe beindították a vetítőt. Aztán beültünk. Tehát úgy, mint a hajókon beszélőcső volt, és csengőrendszer volt. A kiterjedt hálózatban kommunikál a kulcsárnő, az inassal és a házi szolgával is tudott kommunikálni. Na látjátok, leszóltak a beszélőcsövön, meghallották, aztán én mentek is az úrnak, aztán vitték a kávét vagy a kaját. Az úr meg csak szondikált. Na jó van. Úrból visszajöttünk oda a halra, amúgy ott a pénztár. És akkor följöttünk az emeletre, itt kell följönni. A lépcső van. Ja, tessék csak. Itt kapaszkodjanak. Kapaszkodjanak ebbe. Na, fölértünk. Na, tehát itt vagyunk, fönt nézzétek meg. Na, megnézzünk itt is mindent. Jaj, Dédinek ilyen tükre van. Majdnem ugyanez. Neki idáig van meg. Igazából ugyanez. Ugyanez. Állítólag nagyon sokat ér. Kommunisták el akarták vinni, de ellenálltak. Ezt az egyet meg tudták menteni. Úgyhogy ez megvan. Emlékszoba. Most megnézzük a térképet, még egyszer mutatom ezt a tükröt. Csodás. Megnézzük itt, hol lehet elmenni. Na, fönn vagyunk az emeleten. És azt mondja, nevelőnő szobája lesz itt, játszószoba, ajándékbolt, emeleti előtér, grófi háló, fürdőszoba, női férfi mosdó, nádas differenc, emlékszoba, foglalkozható, meg ilyesmi. Mi megnézzük. Ez a nevelőnő szobája. Itt az ágy. Nézzétek még, mi van ott. Éjjeli edény. Fönn vagyunk az emeleten. Nézzétek meg, hogy rálátni a tóra. Na most dupla ablakon keresztül mutatom. Föl akartuk menni az előbb a toronyba, de ki volt írva, hogy az időjárással miatt tekintettel nem szabad fölmenni. De ezt írt az internet, ezt ki is lehet próbálni, de ez nem biztos, hogy erről van szó,
hanem azokról, ahol beszélő, mik ezek? Na, beszélő csöveket ki lehet próbálni. De ez az, ez a beszélő cső. Vagy ez. Haha. Na hát. Itt a gyerekszoba, nézzétek. Kis gyerekruhák. Kocka. Na olyan nekem is volt. Tudom, az előbb mutattam a tetejét. Ez az emeleti előtér. Gyönyörű képeket látni. Nézzétek meg, milyen szép. Most belépünk innen a hálószobába. Hívod a személyzetet? Egy kávé kéretik. Fürdőszobába léptünk be. Nézzétek, milyen vécé. Fésülködő asztal. Tükörrel. Kis csillár. Srácok, ez nagyon pazar. Még egyszer ide visszajöttünk, mielőtt még kimegyünk, mert ez nagyon-nagyon szép. Ugye milyen szép helyek vannak Magyarországon. Ezt látni kell szabad szemmel. Szól a zene, ki tudsz ülni. Ihatsz egy expresszót. Amúgy egy 500-as egy expresszó itt a kávézóba. Csak most azért nem ültünk még le, mert tele van a nyugdíjas járattal. Tudjátok, a sok busz. És most beülünk ide a bőrülésbe, egyet pihenünk. Nyugdíjas járat megy majd kifelé, hallottam, mennek ide
kisétálni, mi meg egyet leülünk kávézni, és megnézzük a tópartot, a kikötőt, hidakat, mindent. Na gyerekek, Gróf úr kávézik, Pazar kávézóba. Már mutattuk, nézzétek meg, milyen szép. Ilyen helyen kávézunk, ahogy a krófok tették régen, azon a helyen, és most le is kapcsolom. Na gyerekek, ezen az úton erre elmegyünk. Ilyen kis padok vannak az út szélén, egy kis ilyen hintaféle, ez az amaz, és most lemegyünk a tóhoz. Az előbb még ott kávéztunk. Hát nem minden nap kávézik az ember kastélyba. És még hozzá abba a kávézóba, ahol a grófok is kávéztak. Pont ugyanott, ugyanazok a székeken. Néztem a bútort, úgyhogy 80-90% eredeti bútor. Van, ami ugye ki van pótolva, lehet látni. Hát a gyereket bele lehet ültetni. Ez egy ilyen távcsőnek nézem. Ez működik, gyerekek. Ez működik, zörög. Húha. Azt az anyja mindenit. Aha. Na, most hogyan mutassam? Látjátok? Nem tudom látni-e. Nézzétek, milyen pompás. Ez kiderült. Ez nem látcső, hanem előre beprogramozok dolgokat látsz benne. Mindig megy. Zörög, mint a motorbicikli. Na, itt mindenhol olyan fák vannak, gyerekek. Akkora fák vannak, hogy ezek látták a grófokat. Hát ez tuti. Hát nádas díjkat, ezek az a legöregebb fák látták, főleg az a hatalmas hárs. Ott balra. Tehát az a hatalmas balra. Az ott középen. A kastélytól balra, az biztos, hogy látta a grófokat. Na meg ez is. Hát nem is tudom, oda rá van, alája van írva, hogy ez milyen fa, majd megnézem. Hát nagyon pazar, tényleg. Minden gondozva van. Itt is azért traktorra mennek ám végig. Tehát nagyon pazar. Látvány, mint belül, mint kívül. Nagyon pazar. Most már a felszáradt a reggeli harmat is a fűről. Úgyhogy nyugodtan mászkáltok ebbe a fűbe. Egy nagyon picit még vizes még közben a tövei a fűnek, de nem számít. Az ember nem mennyasszonyi cipőbe, meg vőlegény cipőbe jön ide ilyen helyekre. Itt vagyunk a tónál. Na, megyünk tovább itt ezt a tórendszert, megnézzük, de egész messze lehet ám itt sétálni. Nézzétek meg! Na, mindenhol vannak ilyen, a gyerekeknek ilyen. Lehet hintázni,
ott álltunk az előbb. Arra is van egy ilyen hinta, onnan látom. Meg sok pad. Nagyon pozitív. Mindenhol le lehet ülni. Hú, hát ez nagyon messze lehet sétálni itten. Hát ez nagyon szép. Igaz, hogy most nem napsütésben vagyunk, hanem ilyen fátyol felhős az idő, de kirándulásra tökéletes. Gyerekek, itt tudtok sétálni. Hatalmas platánok között. Hársak között. Mindenféle fenyő, bükk, sok bükkfát is láttam. Mindenféle fa. És itt lesz valamilyen tornyot láttam. Ilyen pártázott tornyot. Hasonló építésben, mint ennek a kastélynak. Megnézzük, most arra felé tartunk. Megfigyelgettem ezeket a padokat. Emlékszem, gyerekkoromban ilyeneken már ültem. Ez sem mai gyerek. Hát le vannak kenve, látjátok? Hát vannak kenve, szépen le lehet ülni, ilyenen ültünk az előbb. Nem, igazából nem is ezt akartam mondani, hanem nézzétek meg ezt a szigetet itten. Ott van egy csónak, vagy ladik. Látod? Ilyen csónakkal át tudsz oda menni. Ott van egy esőbeálló alatta. Ugye elnézem, a teteje meg van csinálva, de átjárás nem látok, hogy át lehetne menni. Viszont a fához az egy fűszfa, oda ki van írva, gondolom, hogy fűszfa vagy valami. Nézzétek meg, milyen szép romantikus hely. Hát egyet elidőztünk, itt leültünk a padra. Hát gyönyörű. És akkor most fölmászunk erre a kaptatóra, mert ez ugye magaslat. Most ilyenkor már fölfelé mentünk. Én még följebb, egész magas. És megnézzük, hogy mi ez itten, ami jobbra lesz. Megnézzük, hogy mi ez. Azt mondja, hogy vízi műtárgyak a kastélykertben. Azért én bemegyek, mielőtt csinálunk egy fényképet, szelfizünk egyet, hogy ez itt, ez a víztorony, vagy? Ja igen, ez volt. Nézzétek meg, csőrendszer, ami már szétrohadt, elkorrodálódott. Hát régen ez működött. Hát, az igen. Talán ez is megsínlette a háborút. Emlékeztek, Zsirán a kápolnánál. Ben volt a lőszer. Ismerős golyó ütötte. Nyom. Lehet, hogy az. Ott volt valami tábla. Hát, pazar. Gyerekek, innen lenézni, ránézni a fára. Hát ez nagyon pazar. Tök jó. Hát az lenne a legigazibb, hogy erre föl lehetne menni.
De így is csúcs, szuper. Na gyerekek, itt a csónak. Ahogy elnézem, nem csak dísz, fából van, nem vasból, mindene fából van, és nézzétek meg, jó, fönn van a víz tetején. Nincs bázva. Nézd, ott van az a kis beálló. Ahogy elnézem, csak csónakon keresztül lehet ezt megközelíteni. Hát de most ebbe most kiül bele, meg hát nincsen hozzá vező. Na hát. Tök szuper. Amúgy az előbb néztük ezt a vasbeton építményt, az ugye, ahogy mondtam, a víztorony volt, mert találtunk ott a leírást, és az biztosította itten sok mindennek az öntözését is, a tónnak a dolgát itten. Úgyhogy, meg ugye ráoda volt írva, hogy öntözte itten a növényeket. A csőrendszere lehetett látni, láttátok. Na, megint egy érdekességhez értünk. Nincs kiírva, hogy mit akar ez ábrázolni. De, ahogy elnézem, a régi betonozásból, hogy itt rendesen jártak, és egész ott arra el, az már be van nőve, mi innen bejöttünk. Ki tudja, hogy itt mit szért szolgált minden. Úgyhogy ez így, ez itt le van. Nem tudom, de még itt is folytatódik. Egyébként szerintem a térképen biztos rajt van ám, de ott a mindenen keresztül, amúgy még hatalmas gombát is láttam, ott is van egy esőbeálló. Mert tudjátok, én szeretünk itt mindent megnézni. Letérni, kitérni a főútról. Na, ott az útra, ott vissza tudunk menni. Hát gyönyörű. Gondolkodtam, lesz ebben kulloncs az emberbe, de hát nem szoktuk mi összeszedni. Hát reméljük, nincs bennünk. Hát nézzétek meg, micsoda fű van itten. Micsoda dús fű. Igaz? Már itt biztos nem öntöznek. Csak ugye jött a fény, nem ér le annyira a sok fától, és nem szárad ki. Azt nézd meg, milyen szép dús fű. Közeledünk visszafele amúgy a kastélynak a hátsó részéhez. Úgyhogy csodálkozunk tényleg. Csodálkozunk, és nagyon-nagyon jó, hogy a kormány megmentette. Ez nagyon értékelem. Magyarország olyan szép, hogy ez hihetetlen, és akármerre járunk, mindenhol felújítás, és tényleg akkora változások vannak ebben az országban, hogy hihetetlen, gyerekek. Nagyon szép. Hát olvastam a restaurátoknak a neveit, a projektmenedzserét, a cégekét, meg minden, hogy micsoda hatalmas volt a fősorolás, hogy 3-4 sorba, oszlopba, lefelé, olyan másfél méter hosszan, gyerekek, volt itt munka. Volt itt munka. Nézzétek meg. Hát a Károlyi kastélyt azért meg fogjuk ám egyszer nézni, azt a füzéradványba. Na aztán a Magyarország első számú mesek kastélyát, gyerekek, Gyulához közel van. Hát most nem jut eszembe, hogy az hol is van. Majd meglátjátok. Oda is el fogunk menni. Micsoda pazar. Gyönyörű a fű. A gyerekek, itt ülünk a kastély előtti padon. Hát mit mondjak? Oltári gyönyörű volt. Nagyon szépen felújították. Most egyet elmegyünk Balatonra, egy jót kajálunk valahol, lehet, hogy még Badacsonyba bort is veszünk, aztán megyünk haza.
Na, sziasztok! Ali! Sziasztok!